elmúlt pár év, a pandémia, a Covid, úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenben változtatta meg gyökeresen az életünket. De azt hiszem, az egyik legnagyobb változás nagyon sok család életében a házhoz rendelések jelentik, és az, hogy elkezdtünk nem elmenni a plázákba és különböző helyekbe megvenni, amire szükségünk van, hanem megrendeljük azt. Ebből kifolyólag szerintem mindenki millióféle csomagolóanyaggal találkozott az elmúlt években, és millióféle csomagolással, amikor megrendeltük a kis dolgainkat. Többek között én úgy gondolom, hogy ezek a kis apróságok is ismerősen hathatnak bárkinek, őrőlük is fogunk majd beszélni. Ha csomagolásról beszélünk, és mondjuk a megrendelt kis portékánk védelméről, hányféle technológia, hányféle csomagolási mód létezik, és miért fontosak ezek? Minden termékre meg kell találni lehetőleg a legjobb csomagolási módszert. Azt is meg kell kérdezni, hogy érdemes ezt a terméket becsomagolni, mert néha túlzásra viszik a csomagolást, ugye egy nagy dobozba egy egész kis terméket csomagolnak, amire nincs szükség. Úgyhogy nagyon fontos meghatározni azt, és tanulmányozni kell, hogy milyen termékre hogyan csomagoljuk, vagy ha másik, hogy milyen szállításra milyen csomagoló anyagot, vagy milyen csomagoló technológiát használjuk. Itt, ahol most beszélgetünk, én rengeteg gépet látok, én nekem meg nem fordult a fejembe, hogy ennyiféle csomagolási technika van. Mesélj egy kicsit nekem róla, hogy melyik gép pontosan mire jó, és miért van szüksége ennyi fajta gépre. Kimondottan a missziónk, hogy a kis és középvállalatoknak hozzunk be külföldről olyan csomagolási technológiákat, ami versenyképessé teszi őket a multinacionális cégek felé. Vagyis egy egyszerű kis zsugorfóliázógép már akkor fel tudja venni a versenyt egy egyszerű kis gyártó által a nagy-nagy multi cégekkel, mert pontosan úgy néz ki, és hasonló technológiával van csomagolva. Fontos az, hogy alapjáves minden terméket csomagolni kell ahhoz, hogy az ember meg tudja védeni, és hogy a piacra tudja tenni, és a szállítani tudja, és ebben mi mindenféle technológiákat alkalmazunk, vagyis lehetővé tesszük. Általában ezeket a gépeket külföldről hozzuk be, az egész világot igazából bejárjuk azért, hogy ilyen gépeket találjuk, Kínától kezdve egészen Amerikáig végig megyünk, és kiválasztjuk azokat a gépeket, amelyik legjobban illenek a magyar piachoz. És hát ebbe próbálunk segíteni a magyar iparnak, hogy tudjon fejlődni. Az igazából mindig a megrendelő dönti el, hogy éppen ő most celluxot szeretne rá vastagon, vagy szigetelőszalagot, vagy szokott lenni ez a vastag műanyag pánt, amivel körbe szokták tenni. Ez magától a csomagtól függ, hogy miért tesznek rá, vagy ezt inkább a megrendelők szokták kérni? Hát a mi feladatunk és a mi missziónk az, hogy csomagoló anyagokat és csomagoló gépeket tudjunk ajánlani azoknak, akik gyártanak valamit. Nagy bemutató termünk van, most is az egyik bemutató termünkben állunk, és azt hiszem, hogy mondhatjuk azt, hogy Magyarországnak a legnagyobb csomagolási laboratóriuma itt van nálunk, mert itt mindenféle gépeket ki lehet próbálni. Zsugorfóliázás, pántolás, heggesztés, dobozzárás, csak itt körbenézek és mondom, stretchfóliázás, itt mindenféle gépeket meg tudunk mutatni, hogy hogyan működnek, és akkor jobban megérti, és akkor utána tudjuk tanácsolni, hogy mi a legjobb technológia az ő termékéhez. Ugye a csomagolásoknál nem csak a külső csomagolás szokott problémát vagy fejtörést okozni a házi asszonyoknak, néha többek között nekem is, hanem sok esetben ugye, mint arról már beszélgettünk, egy nagyon pici dolog, egy nagyon nagy dobozban van, és kitöltő anyagokat használnak a különböző cégek. Ugye itt vannak ezek a kis darabkák, amiről már itt az előjáróban beszéltem. Vele kapcsolatban én mindig nagyon megörülök, amikor ez van valamilyen csomagban, és mindig elkezdek agyalni, hogy mire is lehetne még felhasználni, mert hogy annyira adja magát a kézműveskedéshez. És itt most kaptam tippeket, de kicsit osszuk meg a nézőkkel, hogy miből is van ez valójában, miért is sokkal jobb ez, mint a műanyag, és mire lehet a későbbiekben használni. Igen, hát úgy hívjuk, hogy térkitöltőt, tehát a dobozokba ezt beteszik, ezt lehet használni arra, hogy ne törjön el, amit szállítunk. Ez régebben polisztirénből volt, ami soha nem bomlott le. Mi pedig kifejlesztettük ezt az anyagot, amelyik kukorica keményítőből van, úgyhogy ez teljesen komposztálható, be lehet tenni a zöldséges
kedve be lehet tenni, vízbe is feloldódik, úgyhogy ez abszolút környezetbarát. Még a színe is környezet? A színe azért csináltuk zöldre, hogy mert azt akartuk, ennek a neve is az, hogy green feel, tehát zöld tölték, de ezt lehet másfajta színre is csinálni. De ez ételszín? Eredetileg ez fehér, hát a kukorica keményítő az porban, hogy az fehér, és hát ezt egy kicsit élelmiszer színezővel beszínezzük, és úgy extradáljuk, és ezt próbáljuk bevezetni itt Magyarországon. Hogyan lehet ezt mondjuk gyerekjátékként használni? Hát a gyerekek, ugye van egy ilyen lehetőség, amit ott össze is meg igen, is mutat. Igen, ezt meg is mutatom, egy mosolykát csináltam belőle. Na, vagy pedig egy bajuszt, ugye? Vagy egy bajuszt. Ilyen nagy bajuszom volt régebben, de most milyen jó. Tehát ugye ilyet is lehet, de viszont lehet egy hóembert is csinálni belőle, vagy éppen egy hógolyót, ugyanis, vagy éppen egy kis juhocskát. Ugyanis, hogyha ez víz éri, akkor ragad, ugye? Igen, egy kis vízzel összeragaszt az ember, és akkor már lehet belőle különböző formákat csinálni. Úgyhogy mint térkitöltő kapja az ember, de tud belőle játékot csinálni.